Sziasztok emberek! Ma egy újabb hun magyar videót fogok bemutatni, és mint ahogy megígértem az előző videóban, a 2PS egyes klasszikusaimat fogom bemutatni, a Soviet Strike-ot és a... mi a nevét? Hidden and Dangerous-t. Na, de ugye 10 percet lehet feltölteni a YouTube-ra, és rájöttem, hogy 10 perc alatt egy játékot tudod bemutatni. Szóval a mai játék, amit én itt kedvesen bemutatnák, az a Soviet Strike lesz. PS3-on játszok egy PS1-es játék, elég jó ez szerintem, menően nyomom. Na, itt van a mai menü, ez réginek nagyon megfelel, de tényleg régin ez valamilyen Superman menü volt. És kezdjük is el a játékot, egy kicsi kodos kezdés. Mert van egy ilyen kis kép, minden ilyen. Régen nekem ez olyan volt, mint egy film. Ilyen kodos kicsit, de hát nem baj, de az Elma tudta akkor is. Ez a néger gyerek az MT-n, csak én nem vagyok néger. De amúgy tök olyan, mint én. Lehet, hogy most annyira nem látjátok a videóban. Elég pixeles is azért a játék persze. De hát kezdjük is el. Azon a pályán neve, hogy Kriema an Undisclosed Woolly. Oké? Hát 093 óra, 930 óra, viszont 93 napig van. Na hát így néz ki a játék maga, most mondjátok, tök szép játék PS1-re. És ez is az igazság, és én nem volt egy ilyen nagy stúdió, de már akkor is nagyon szerettem a játékjait. És 1996-os játéknak ez nagyon jó volt, főleg egy ilyen pici játéknak gépre is megjelent 10 megabyte. 10 megabyte ez a játék gépen. PS1-en 20, de csak azért, mert hát nem vagyok benne pontos, csak biztos, de szerintem, mert az irányításokat ugye máshogy be kellett type-olniuk és kódolniuk. Szerintem ezért lett 20 megabyte PS1-re. Régen még emlékszem, ezt 10.000 forintért vettem. Pontosan a egyik boltba, ahol mindent árultak. És hát igen, na hát kezdjük is el a játékot. Szálljunk fel. Oké. Okay. Furák rám az irányítások. Tehát látjátok, a játék először így a 2D-nek nézett ki nektek, azt tudom, már nekem is először annak nézett ki. De mint ahogy látjátok, a játék amúgy háromdimenziós, ami nekem nagyon tetszik. És hát menjünk ki is, mert én is tudom, mit kell csinálni mindegyik pályán. Tényleg lehet, folyton ezzel játszottam kis koromba. Ott vannak ilyen barátok, amit nem kellett volna most megölnöm. De szálljatok fel. Rossz kombot nyomtam, csak azért öltem meg őket. Ó, Jézusom. Jó, vegyette azt is fel. Aztán menjünk. Menjünk. Ja, hát ez a... Na, azért. Jó. Ügyesek vagyunk. Akkor kezdjünk is elvenni. Itt van egy alert zone, ezt ki kell nyírni. De ezek annyira könnyen le is szednek ám. Szóval, ja, eléggé kell erre vigyázni. Hát a régi gamerek vagytok, és ezt a játékot én csak ajánlani tudom. Tényleg nagyon jó egy játék, szóval még máig is úgy el lehet vele szórakozni. Ja. Hát... És most megcsináltam az első dolgot, amit meg kellett. Most itt vagyunk a börtönben, ahol ugye a haverjainkat így elfogták. És... most hát így ki kell menteni őket. Elég szar... nem szar, hanem így pixeles, és alig látom, hogy most melyik haver, vagy melyik ellenség. És majdnem ugyanúgy nézett ki, csak a színük egy picit másabb, most új. Lehet, hogy a kam úgy nem viszi át. Biztos nem, de ez egy HD-s kamera azért elég így, szerintem átviszi, amúgy meg, szóval ja. Hát szóval, tényleg annyira szórakoztató, és ennek a grafikája is még élvezhető. Ha úgy mondjuk, akkor igen, élvezhető, mert látni lehet benne mindent, most jó a színek, csak ahogy a katonás színe egy kicsit fura, de tényleg az tényleg fura. De csak ennyi, de ez régen is se volt hiba, mert most sincs, nem se hiba. Szóval, ja.
El kell mondanom, hogy ha a klasszikot veszitek, most megkérdezitek, hogy mi a szaromnak van az klasszikban, hiszen ott a sima játék. És annyi, hogy ugye a klasszik, akkor platinum, és a platinum, akkor adnak hozzá valamit. Na ez azt adták, hogy a régibe, szóval az a sima eredetibe, nem lehetett menteni, vagy hát lehetett menteni, de csak az egyes memóriakártyádra. Szóval volt kettő, vagy volt egy kettes memóriakártyád, arra már nem lehetett menteni. Most itt platinumban mindig van egy kicsi dolog, per pillanat itt az volt, hogy a másodikra és a harmadikra és a negyedikre, a ötödikre, a hatodikra, bármelyikre is tudtál már menteni, ami szerintem nagyon okos volt, mert nekem volt egy, egy memóriakártyám, na de azzal az volt a baj PS1-en, hogy hát vagyis eltörött, de még rajta volt a mentésem, és így már nem tudtam elmenteni a kettesre, és megcsináltam a negyedik misszió, hogy meghalt, azt az előről kell kezdenem, és képzeljétek el. Annyira ideges voltam. Aztán utána az egyik haverom mondta, hogy ő elcseréli a simát a platinumra, mert ő neki már úgyse kell, amúgy se, csak most akkor inkább most fizetek, vagy arra elcserélem, mondom, akkor elcserélem. És tényleg ez sokkal jobb. Megpszik a házakat, hogy a haverok benne vannak el, abban van is egy haver. Szedjük fel a gyereket. És régen ez a játék, úgy emlékszem, először... Mi a szar? PC-re volt kiadva. Nem, ezt nem lehet felvenni. És azért adták ki PS1-re, mert PC-n régen nagyon jó PC kellett hozzá, és nagyon kevés embernek volt olyan PC-re. Tényleg, nem egyszer. Nekem se volt olyan. Aj. Ja, és strike.net, hát ilyen. Pilot lost. Jó. Hát a pilótet elvesztettétek, hülye gyerekek. Tanuljatok belőle. Na hát, végülis csak ennyit akartam. Jó, kaptam egy kódot. Mindegy, felhasználhatjátok, úgy sincs mennettek ez a játék. De szóval csak ennyit akartam. Az én értékelésem az 10-ből 10, mert még máig is rohadtul játszható. És tényleg, amikor ideges vagyok, vagy csak egy kicsi ilyen repülő szimulátorral akarok játszani, akkor ezzel fogok játszani, vagy mindig is ezzel játszottam. Mert egy nagyon jó játék, de tényleg, szóval. És én csak ennyit akartam. Sziasztok!